Alacsonyan repkednek az utak felett, gyakori látvány most a fecskék tömeges vonulása, vagyis inkább próbálkozása. Csoportosan próbálnak ugyanis száraz menedéket találni, több-kevesebb sikerrel. Sok esetben az ablaknak vagy az autóknak csapódnak. A napokig tartó szél és eső változtatta meg vonulásukat, ezzel együtt pedig sorozatos pusztulás tapasztalható. Ezek az állatok gyakorlatilag haldokolnak sajnos, teljesen legyengültek. Tehát ahogy bekerülnek egy mentőközpontba, vagy bárki, aki megtalálja őket, ők már tényleg ebbe a fázisba éri őket, hogy az utolsó energiájukkal küzdenek, hogy életben maradjanak. Tehát nyilván mi igyekszünk megtenni itt mindent, de több száz állat érkezett tegnap este is, és hát rengetegen elpusztultak. Éppen ezért fontos, hogyha bárhol gubbasztó madárral találkozunk, tartsunk be néhány alapvető szabályt a védelmük és megmentésük érdekében. Az első és legfontosabb, hogy ne hagyjuk őket magukra. Hogyha gubbasztó, remegő fecskével találkozunk, akár az utcákon, érdemes egy cipős dobozba beletenni őket, kibélelhetjük azt akár papírtörlővel is, természetesen ez csak ideiglenes fészekként. Hogyha ezzel megvagyunk, érdemes lehet melléjük fektetni egy meleg vízzel feltöltött palackot, vagy akár hajszárító segítségével is melegen tarthatjuk őket. Ezt követően azonban minden esetben fontos madármentő szervezet segítségét kérni. Megtehetjük ezt itt Székesfehérváron a Sóstó Vadvédelmi Központban is, de fontos, hogy mindig a legközelebbi segítő szervezetet keressük fel a gyorsabb segítségnyújtás érdekében. És ők ilyenek. Ők ilyenek, hogy de döbbenetes mortalitás begyűjtöttek. Stábunk reggeli érkezésekor már több doboznyi kismadár érkezett be, többek között ez a nagyjából 60 darab füsti fecske. De egész nap tart a sérült, gyenge állatok befogadása, amit azonnal ellátás követ. Mindegyiket külön-külön megvizsgáltuk, és kezelésben részesítettük, az szerint, hogy éppen mi érte. Ugye sajnos többeket elütöttek, akik az útra szállva próbáltak erőt meríteni. Őnekik még van, akiknek tart ugye a kezelése, esetleg műtétre is szükség lesz a törött csontok miatt. Mások ugye végletesen legyengültek a rossz időjárás és a hideg táplálék hiány miatt. Őket először is egy ilyen speciális infúziós oldattal próbáltuk az elvesztett energiát pótolni. Ezt követően kerülnek be ide a gondozószobák egyikébe. Itt már jól látható, hogy erőre kapnak a fecskék. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán köszönte meg a Vadvédelmi Központban dolgozók áldozatos munkáját.